Fedezd fel a mi világunkat! Zoo TV. Üdvözlöm Önöket a Nyíregyházi Állatpark Zoo TV-jében. A Nyíregyházi Állatparkban egy hónapon belül másodízben született Mismitakin bébi. A Zoo TV mostani adásában őket kaptuk lencse végre. Igazán sikeresnek mondható az országban csak a Nyíregyházi Állatparkban élő Mismitakin tenyész csapat, mert egy hónapon belül már a második takinborjú lát napvilágot. A szaporulat azért is örvendetes, mert a természetben élőhelyük fokozatos csökkenése, és az óvadászat miatt az elmúlt 25 évben állományuk 30%-kal csökkent. Jelenleg csupán 3500 egyed él belőlük, ezért a Természetvédelmi Világszövetség veszélyeztetettnek nyilvánította ezt a különleges alfajt is. A világon mindösszesen 37 állatkert tart Mismitakint, ahol 164 egyedből a most született borjúval már 9 a Nyíregyházi Állatparkban látható. A Nyíregyházi Állatpark Mismitakin tenyészbikája 2009-ben érkezett egy német állatkertből, nőivel utásai pedig 2014-ben Franciaországból. 2017-től folyamatosan szaporodik ez a különleges tenyészcsapat, és 2020 márciusában egy nőstény, míg áprilisban egy bikaborjú született a nyíregyházi tenyészcsapatban. Az ömöktestű takinok, bár rendszertanilag a kecskefélék közé tartoznak, leginkább a szarvasmarhákra hasonlítanak. Négy alfajuk él a világon, közülük Nyíregyházán megtekinthető mismitakinok, az élőhelyükön lévő Mismihegyről kapták a nevüket. A természetben ez a különleges alfaj a Himalája keleti vidékén él, változatos élőhelyeken, 1000-3000 méter tengerszint feletti magasság között. A hideg ellen nem csak vastag bundájukkal védekeznek, de az alfajra jellemző ívelt orrhát, az úgynevezett kosorr is segíti őket, mivel ez előmelegíti a belélegzésre kerülő levegőt. Mindkét ivar visel szarvat, de a bikák erőteljesebb testfelépítésűek, és testmegük akár 350 kg-os is lehet. Növényevő állatok, melyek mindig ugyanazon az útvonalon járnak, pihenő, ivó és táplálkozó helyek között, így idővel ösvényeket alakítanak ki. A csordákban elsősorban a nőstények és fiatal hímek élnek, az ivarérett hímek többnyire magányos életmódot folytatnak. A takincsapat legifjabb tagjai 220 napi vemhesség után jöttek a világra, s pár órával a születésű után már lábra is álltak. A márciusi és áprilisi születésű állatok egészen 9 hónapos korukig anyatejjel is fognak táplálkozni, de hamarosan a szálas takarmány fogyasztását is megkezdik.